Facebookon már említettem nektek, hogy szeretném nektek Tenerifét egy kicsit másféle perspektívából elérhetővé tenni, és itt született meg ez a podcast ismeretlen Tenerife néven, ahol két hetente fogunk kevésbé ismert témák, témákról beszélgetni, így a szigetekkel, illetve az itt élő emberekkel kapcsolatban. Az első témáink egyik a tenerifei városi legendák lesznek. Ugye a városi legendák igazából a nevük egy kicsit félrevezető, ugyanis nem feltétlenül kell, hogy egy, közvet, egy, ki, egy um, konkrét városhoz kapcsolódjanak. Viszont ezek általában modern, szórakoztató történetek, amiknek nyilván nem tudni, hogy mennyi valóság alapja van, és szájról szájra terjednek, és valamilyen, vagy, vagy kisé morbidak, vagy viccesek, vagy valamilyen természetfeletti esemény játszódik le bennük. Úgyhogy, úgyhogy, ilyeneket gyűjtöttem össze nektek az első pár videóhoz. Tulajdonképpen a célom már az volt, hogy átbeszéljünk három-négy ilyen, ilyen városi legendát, viszont amikor elkezdtem utána nézni az elsőnek, ami az, ami az Északi Reptérrel lesz kapcsolatos, ugye a videó címéből már láthatjátok, hogy igazából ez a videó nem csak a városi legendáról szól, hanem az itt történt elég szörnyű légibalesetről is. Szóval, amikor elkezdtem utána nézni ennek a városi legendának, hogy mennyi igazság alapja van, illetve hogy hogy, hogy, hogy mi, mi áll a hátterében, hogy született ez a történet, akkor hallottam már el, erről a balesetről nyilván, viszont nem tudtam, hogy milyen kaliberű veszteségek, milyen kaliberű um, katasztrófa történt itt, um, itt az északi reptéren, és úgy döntöttem, hogy igazából maga ez a téma, megértem el egy külön epizódot ebben a podcastban úgyhogy ezzel fogunk ma foglalkozni. Az ehhez kapcsolódó városi legenda egyébként az egyik kedvencem, már azt hiszem, hogy egy pár éve meséltem nektek egy, egy élő, egy, élő, videóban a Facebookon. Amikor először hallottam, akkor arra gondoltam, hogy ez csak és kizárólag a kanáriokkal történhet, úgyhogy biztos, hogy igaznak kell lennie. Nyilván nem lehet tudni, hogy mennyi igazság alapja van. A Los Rodeos repterát most már át, átkeresztelték Aeropuerto de Tenerife Norte Ciudad de la Laguna. Ilyen, ilyen szép, hosszú neve lett. Szóval átkeresztelték, ez lett az új neve, de régen így um, Los Rodeos néven futott. Um, az elhelyezkedését illetően, egy, ahogy az új nevéből látni lehet, a La Laguna városától um, igazából csak az autópálya választja el. 600 méterre a tengerszint felett fekszik, és az anaga köthetség közvetlen szomszédságában, ugye részben innen erednek a problémák, aki járt már a Los Rodeos, hogy nem fogom még egyszer elmondani ezt a hosszú nevet, szóval aki járt már az észak fei reptéren, az, az, tudja, hogy igazából az év bármelyik szakaszában érkezhetsz bármelyik napszakban, és szinte biztos, hogy egy, egy sűrű, hideg párás köd fog fogadni, a legendáról, ami, a, ehhez a reptérhez kapcsolódik, nem lehet tudni, hogy, hogy, mennyi, a, mennyi az igazság alapja, viszont ezek, a, ezek a, az időjárási viszonyok nagyon is valósak, és nagyon is, nagyon is veszélyesek, több komplikációt is okoztak már a reptér történetében. A világ legsúlyosabb légi balesete is um, itt történt, 1977. március 27-én a két repülő szinte frontálisan ütközött a, az egyik felszálló pályán. A Gran reptéren bomba robbant, és ezért, ezért, lezárták, a, lezárták a repülőteret, és átirányították a járatokat, a járatoknak egy jelentős részét a Tenerifei reptérre. Két Boeing 747-es gép Ütközött egymással. Az egyik az a PANAM uh, légitársaságnak a gépe volt, a másik pedig a KLM Holland légitársasághoz tartozott. Kötben mindössze 700 méterre lehetett ellátni, szóval szóval um, mondjuk úgy, hogy finoman fogalmaz, látási viszonyok nem voltak a legjobbak. A pilóták egy időnyomás alatt voltak, illetve, um, illetve nem is ismerték jól a repteret, mint kiderült nyelvi um, nyelvi akadályok is felmerültek a kommunikációban. Mire észrevették, hogy a két gép azonos futópályán halad egymással szembe, addigra már elkerülhetetlen volt az ütközés. A Panam gépe megpróbált lehajtani a pályáról, miközben a KLM gépe pedig megkísérelte a felszállást, és ennek következtében a gép körülbelül 100 méteren súrolta, végig a betont, majd, majd a, majd a panamnak a tetejével ütközött mindezt 320 km per órás sebességgel tette. Ezek után mindössze 150 métert repült majd visszazuhant a, a futópályára, ahol felrobbant. 583 ember vesztette életét a balesetben a két gépen összesen. A panam gépéről még 64 embernek sikerült leszállni a robbanás előtt. Viszont közülük 10 súlyos állapotban volt, aki így összesen a két gépről 60, 61 ember menekült meg. Hogy egy kicsit pozitívabb hangvétellel zárjuk ezt a videót, elmesélem nektek a városi legendát, ami, ami miatt elkezdtem ezt, a, elkezdtem ezt a videót felvenni. Szóval a városi legenda úgy tartja, hogy amikor elhatározták, hogy hogy felépítik ezt a repteret. Egyébként a, a reptér az a Lufthansa kérésére um, épült, mert hogy össze akarták Berlinnel kötni Tenerifét, és um, amikor elkezdték építeni a repteret, akkor ugye felkértek nyilván egy építészt, hogy, hogy elvégezze a munkát, aki idő előtt távozott az élők sorából, úgyhogy um, nem tudta befejezni a tervezést. Most az asztalán megtalálták, a legenda szerint az asztalán megtalálták a a szigetnek a térképét, egy hatalmas piros x ott, ahol jelenleg az észak tenerifei reptér elhelyezkedik. Na most nyilvánvalóan az, abból az X-ből arra következtettek, hogy akkor, akkor XY építész az szerette volna, hogyha ide építjük ezt a repteret. Ez így ott folytatták a munkálatokat. Na most nem kellett sok időnek eltelni ahhoz, hogy rájöjjenek, hogy a legkevésbé sem volt ideális a helyválasztás, Uh, és ezért a legenda úgy tartja, hogy igazából az X nem azt jelölte, hogy ide építsétek a repteret, hanem azt, hogy bárhova, csak ide ne. <laughs> szóval um, nem tudni nyilván, hogy mennyi valóság alapja van ennek a történetnek, hogy mindössze egy szájról szájra terjedő kis szórakoztató története, vagy, vagy van valami igazság alapja. Um, minden esetre a következő videóban egy kicsit pozitívabb, egy kicsit könnyedebb hangvételű legendákról fogunk beszélni, egy kicsi természetfeletti, egy kicsi, kicsi legenda, úgyhogy, úgyhogy, ha, ha érdekelt ideget a téma, és élveztétek a mai videót, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és, és itt találkozunk legközelebb. Sziasztok!